Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit. A Promenád mai adásában újra élőzenei koncertre megyünk. Tartsanak velünk! Tudod, én átölelném az egész világot, ha volna olyan. Ennél szebben talán nem is lehetne kezdeni egy koncertet, pláne ha a közönség énekli a zenekarnak. A hosszú csendben eltöltött hónapok után újra élő zene töltötte meg a színvaterasz környékét. A belvárosi Romkocsmában a 30Y és Miskolc volt egymásnak az első. Minden zenekar álma vált valóra a múlt héten Miskolcon. Szerenádot adott a közönség a koncert előtt a 30Y-nak, akik az egész országot átutazták azért, hogy a miskolci közönséggel együtt ünnepelhessék a visszatérést. A koncert reggele érzés hosszú idő után újra megérkezett Beck Zoliék életébe. Viszonylag nagy izgalommal, szóval hogy az a helyzet, hogy a szerzői estet vagy nagy magyar verseket játszottam már párat, az elmúlt egy-két hétben, de az az izgalom, és ugye elkezdtük a próbákat nagyjából egy hónapja végre, de az az izgalom, ami a létezésünket leginkább meghatározza, egyáltalán a létezésünknek alakot ad, jelentést ad, amit 30Y-nak nevezünk. Hogy ezt meg tudjuk élni ma a színpadon, az szerintem a legnagyszerűbb élmény. Olyan magától értetődőnek tűnt ez néhány hónapja. És talán jó ráismerni arra, hogy ez nem valami természetes, evidens dolog, amelyik jár nekünk, hanem hogy jó úgy elfogadni, hogy azok az emberek, akikkel egy koncerten például találkozhatunk, ők mind-mind ajándék a számunkra, ahogyan az, hogy ezt csinálhatjuk, hogy ez lehet a dolgunk, hogy úgy mondjam. Arra azért jó megállni egy pillanatra és azt gondolni, hogy nézd, hogy azért ez valami különös szerencse, vagy csak szimplán valami szuper ügy, vagy csak véletlenszerűség, hogy lehet csinálni valamit, ami ténylegesen a dolgunk. Érdekes módon most kivételesen egyedül keltem fel, mert a családom elutazott, hogy ne unatkozzanak otthon, úgyhogy... De inkább olyan volt a felkelésem, mint a lefekvésem, hogy vártam ezt a mai napot, mert nagyon régen játszottunk így együtt, nem csak a próbaterembe, és emiatt egy kicsit izgultam, meg izgulok most is. Izgalomra azonban nem voltok, hiszen a közönség már ki volt éhezve a Pécsi srácok zenéjére. Technikai teltház várta, hogy felcsendüljenek a jól ismert dalok. Nem jó parancsolni, se másra, se magadnak. De túlzás van néha én már határozatlan. A fénylő ég van, vagy az égő katlan. A fénylő ég van, vagy az égő katlan van. A szobány fanára a képünket akasztom. Kerekben az élet érett férfi éve passzol. A nő meg az ő párja, meg
Miskolc lett az első, de ez valahogy sorsszerűen mindig így van. Valahogy úgy alakult, hogy itt játsszuk az elsőket, szóval a karantén utáni elsőt megint itt játsszuk. Ami persze furcsa dolog, mert olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek ilyenkor. Szóval valahogy az volt, hogy megcsináltuk most a hangbeállást, és a hangbeállás után valahogy egy ilyen furcsa izgalom futott át rajtam, hogy tényleg úgy, mintha életünk első koncertjét játszanánk. A fene tudja, hogy hogyan van ez, de valahogy van ennek az először csinálni valamit úgy, hogy hiába játszol, vagy hiába állsz 20 éve a színpadon, szóval, hogy mégiscsak az egy különös élmény. Először állt színpadra az együttes azóta, mióta március elején a koronavírus miatt leállt a zenei élet. Köszönjük, játszhatjuk az elsőt! A klubkoncerttel kicsit visszatérhetett a jól ismert energia. Elkezdtük a februárban a zenekarnak a 20 éves turnéját, és valahogy azzal a nyugodt biztonsággal üzemeltünk, hogy akkor elkezdtük a turnét, a klubturnét, és világos volt, hogy hogyan néz ki a fesztiválturné, aztán az őszi klubturné, szóval nagyjából úgy érdemes elképzelni a naptárunkat, mondjuk, hogy mit tudom én, így előre látunk olyan másfél évet körülbelül. És akkor látod, hogy az a másfél év az úgy ebben az évben szalad, és az az érdekes, hogy amikor elkezded a turnéba az első koncertet játszani, akkor gyakorlatilag ennek a másfél évnek a távlatából játszod már az elsőt. Szóval, hogy azzal a lendülettel indulsz neki, hogy tudod, hogy most ez fog történni. Szóval valószínűleg az ember ugyanígy van, hogyha mondjuk, mit tudom én, hegyet mászik, bár nem vagyok egy nagy természetjáró, de gondolom így van, hogy az ember, hogyha egy 300 méteres hegycsúcsot támad, más lendülettel indul neki, mint hogyha mondjuk a csomolungmát akarja megmászni. Szóval, és valami ilyesmi a dolog, hogy látod azt a távlatot, tudod, hogy mekkora energiát kell belerakni már az elejétől, hogy ez megtörténjen. És így elindítani mondjuk egy turnésort, ami 80-90 koncertet jelent, az egy másik lendület. Ebbe tapostunk bele a március elején, szóval hogy elkezdődött a turné, és aztán egyszer csak hirtelen kellett rátaposni a fékre, vagy hogy mondjam, és az szerintem az első néhány hét az ilyen erős identitás problémát jelentett mindegyikünknek. Szóval hogy olyan ez, mint azt hiszem talán pápám meséltem ezt a kedves embereknek a múlt héten, hogy valami olyasmi élmény ez, hogy mint hogyha így egy ilyen, mint a gyerekkorunk lendkerekes autói, szóval hogy az a lendkerék még minden tovább, de meg kell állni, és akkor ahhoz irgalmatlan erő kell, hogy azt a lendkereket megfogd, hogy tartsd, hogy ne guruljál tovább. És valahogy ez az élmény volt, és szerintem az első néhány hét az így, hogy igazából így zabálta föl az energiáinkat, szóval a megálláshoz is nagy energia kellett. Azt megmutatom én, hogyha elképzeled, hogy úgy zajlik egy ilyen, mint egy zenekari élet, hogy mi mondjuk 20 éve vagyunk együtt, úgyhogy nagyjából 150-170 napot együtt töltünk egy évben. Most ehhez képest egyszer csak nem találkoztunk majdnem 40 napig, vagy 50 napig. Egyáltalán nem. Az együttes fennállásának 20. évfordulóját ünnepli 2020-ban. Alig, hogy elkezdődött a jubileumi év, hirtelen véget is ért, az energia viszont ott maradt a zenészekben, bezárva az otthonokba. Se koncert, se utazás, se próba,
se találkozás a stábtagokkal, a zenészekkel, a barátokkal. Viszonylag nehezen éltük meg. Valahogy kellett az a 2-3 hét, és akkor utána lett egy ilyen napi rutin, amely egy kicsit átrendezte a dolgainkat. Nyilván azzal mondjuk, hogy ki kellett állatira találnunk, például, hogy akár a papa a konziba hogyan tanítja a hangszeres tanítványait online-ba, akár én az egyetemi óráimat hogyan tartom meg az online rendszerben, hogyan történnek meg a napi eseményeink egy egészen másfajta platformon. És persze ehhez képest, mit tudom én, az az élmény, és ez talán a legélesebben megmaradó élmény bennem, hogy ami a leginkább elkezdett hiányozni néhány hét után, mert hangszerekkel tudtál foglalkozni, tudtál gyakorolni minden nap, blablabla, de ami a legélesebben megjelent ebben, az, hogy egyszerűen elkezdett hiányozni a hangerő. Szóval, hogy az a hangerő, amit egy koncerten át lehet élni, az az artikulálatlan, ilyen erejű, mondjuk egyszerűen így, hogy elemeljük szentimentálisba, ősrobbanás, szóval hogy az egyszerűen nincsen meg. Szóval az ember otthon elgitározgat, elzongorázgat, meg mit tudom én, de hogy maga ez a dolog nem történik meg is. És a másik dolog, hogy nem történik meg együtt. A kapcsolat viszont természetesen nem szakadt meg. Az elmúlt 2 évtized nem csak egy zenekart adott a zenerajongóknak, hanem barátokat is a zenészeknek. Volt ennek szakmai része, amikor már így lehetett valamit látni, vagy legalább sejteni, hogy történhet-e valami, amit közösen csinálunk, de egy jó ideig inkább ez csak baráti történet volt. Nyilván mindenki szívén viseli a másik ember dolgát, meg sorsát. A karantén időszak után áprilisban egyetlen napra visszakapta az együttes a régi életét. Videót forgattak természetesen az egészségügyi előírásoknak megfelelően. Találkoztak, együtt lehettek, és 2 évtized után új szív is feltűnt a 30Y-ban. Ez például állt izgalmas volt. Olyan tekintetben is marha izgalmas volt, hogy elindult a zenekar a filmfelvételre, a szokásos 11 tagú csapat, a stábbal együtt ennyien utazunk, és a 11 tagú csapat 9 autóval érkezett a helyszínre, mert nem lehetett együtt utazni sem. Hogy orvosi felügyelettel játszottuk le azt a koncertet, hogy láznaplót vezettek a forgatás napján, hogy a teljes stáb, akik a filmet készítették, és a hangtechnikáért, és a fényért, vizuálért, stb. Feleltek, azok az teljes koncertet szájmaszkba, gumikesztyűbe csinálták végig, szóval ez nagyon, nagyon fura élmény volt, de az már mégiscsak mutatott valamit abból, hogy nézd, szóval, hogy van valami mindenen átható energiája annak, hogy együtt vagyunk, és létrehozunk valamit. És ha már, hogyha visszakanyarodhatok a 20 évre, hogyha miért érdekes, hogy egy zenekar egyáltalán van, akkor valahogy az van a fejemben, hogy nagyon sokféle dolog van a világban, ami úgy működik, hogy azt érezhetjük, hogy az lenne nélkülünk is. Hogy nem mi hoztuk létre, hanem lehet, hogy a legjobbak vagyunk benne. Dolgozunk egy bankban. Lehet, hogy ez a bank az nem volna ilyen szuper, ha nem mi volnánk az ügyintézők benne, de azért az a bank lenne akkor is, ha nem mi volnánk az ügyintézők benne. És azt hiszem, hogy a munkahelyek egy jó részénél ez a helyzet, hogy tudjuk, hogy jók vagyunk benne, és szeretnénk benne minél jobbak lenni, de mégis az van, és akár az identitásunká is válik, de mégis az van, hogy ez nem általunk létezik csupán. Yes.
semmit se csinálta. A zenekarnak a csodája az éppen ennek a fordítottja, hogy az az egész dolog, ami 30Y-nak neveződik, az tulajdonképpen nem tud létrejönni. Akkor, ha nem pont mi vagyunk, pont úgy, abban a véletlenben együtt, ahogyan vagyunk. Valószínűleg akkor is van egy jó zenekar, a mindegyikünknek gondolom, csak más emberekkel és egészen mást mondanánk. Szóval az a véletlen, amelyik ezeket a fickókat összesodorta, és létrehozta ezt a valamit, ez csak így tudott létrejönni. A 20 évnek az ünnepe, az ennek a véletlennek az ünnepe tulajdonképpen. Annak szóval ellenére ünnep, hogy Beck Zoli mosolyogva tette hozzá, nem de, hisz a véletlenekben, de ugyanígy a sorsszerűségben sem. Amiben hisz, az az emberi figyelem. Egyszerűen történések vannak, és azt hiszem, hogy a történések akkor válnak cselekvő akarattá, ha észrevesszük, hogy az adott történés a számunkra lényegi. Nagyon sok minden történik velünk egy nap. Mégis kiválasztunk pár elemet, amivel elkezdünk foglalkozni, ami elkezd bennünket izgatni, amire felülünk. Megszólít bennünket mondjuk 15 ember, de nem mindenkivel állunk szóba. De furcsa módon kettővel igen. Két történésbe belekapaszkodunk, és ez a történés egyszer csak cselekvő viszonnyá válik. És szerintem ez a csodája annak, hogy egy zenekar üzemelni tud, és tök jó körülnézni a magyar underground világában, ahol látom azokat a zenekarokat, akik ugyanúgy a történésen túli aktív cselekvésbe hisznek, és ezért aztán léteznek. Így van ez a dalokkal is. Játszani minden dalt szeret az ember, azok közül legalábbis, amik éppen így repertoáron vannak, és azt érzed, hogy ez így van, és igaz, vagy nem tudom azt jól azt hiszem elmondani, amit elhiszel, miközben játszod, és foglalkoztad, de mindig a legizgalmasabb azt hiszem a dalírás ezekben a dolgokban, vagy így a zenekar életében, hogy milyen új dolgok tudnak megszületni így a kezünkből, vagy a fejünkből, vagy nem tudom. Nyilván, amikor elkezdtünk próbálni így a karantén ideje alatt, akkor elkezdtek új dalok jönni a kezeink alól, vagy kezeinkből, vagy a fejeinkből, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Úgyhogy a kreatív energiáinkat kellett inkább megmozgatni most a pihenő időszakban. A kreatív energiákhoz most újra társult a szentimentális ősrobbanás, a hangerő a koncertnek nevezett csoda, ami a zenészeket és a közönséget egyetlen szívdobbanással olvasztja össze. Szó is.
Ismét megnyílt a plac, a Gasztroplac extra második felvonása is sokakat csábított a lovagi tornák terelőtti térre. Az ízutazás második állomása is hangulatos fényekkel, kellemes zenével és természetesen finom falatokkal és italokkal várta az érdeklődőket. Az idei Gasztroplac extra túlmutat a tavalyi gasztrosorozaton, mert ezúttal a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából határon túli finomságokat is lehet kóstolni a Diósgyűri várlábánál, a helyi éttermek kínálata és a környékbeli borászok finomságai mellett. A Gasztroplac extraként idén kiköltözött a belvárosból, de ez senkit sem akadályozhat meg a szórakozásban, mert a tömegközlekedéssel utazókat a villamos is segíti a zökkenőmentes utazásban. Termelők és vásárlók, ízek és hagyományok találkozása. Ez röviden a Miskolci Termelői Nap. Az esemény ennél néhány jelzőnél viszont sokkal több lett az évek során, és idén már az 5. évfordulót ünnepelhették a szervezők, termelők és a vásárlók is. A születésnapi alkalmon majd 500 árus települt ki az Erzsébet térre, hogy a legfinomabb és ami a legfontosabb, igazi termelői ízeket kínáljanak. Több őstermelő jár vissza a minden hónapban megrendezett eseményre, és természetesen a vásárlók is mindig visszatérnek, mert a kézműves, minőségi termékek és élelmiszerek nagy csábítást jelentenek hónapról hónapra. Egy születésnap nem múlhat el zene nélkül, így volt ez a termelői nap 5. évfordulóján is. A zenéről a klasszik brass quintet gondoskodott, a gyerekeket pedig óriás dáma és saktábla várta, amíg a felnőttek bevásároltak. A terv szerint legközelebb augusztus 3. vasárnapján nyárzáró termelői napra várják majd a látogatókat az Erzsébet térre. Érkeznek a királyné mellett lánya is, Mária és Hedvig. A történelem Diósgyőr várának lovak termében kelt életre az elmúlt hét utolsó napján. Lovász Emese régész interaktív előadást tartott, a közönséget is aktivitásra sarkaló történetmesélésből kiderült, hogy Hedvig 1384-ben 10 évesen lett lengyel királyné. Tettei miatt pedig már életében szentként tisztelték. Az ifjú királyné gyermekkorától elhivatottságot érzett, mély vallásosságban nevelkedett, felhasználta, illetve kihasználta minden rosszban azokat a lehetőségeket, amiket jóra fordíthatott. Élető végül a lengyelek és a litvánok királynője. Hedviget végül 1997-ben avatták szentté, csonterekjét 2015 óta őrzik a Diósgyőri vár kápolnájában, amely a Szent Hedvig kápolna nevet viseli. 5D-s univerzum, csillagvizsgáló kupola, virtuális űrutazás. Közép-Európa legmodernebb csillagvizsgálója épül Répás úta mellett. A Bükki csillagdát a tervek szerint 2021 második felében adják át a nagy közönségnek. Minden látványelem szórakoztatva vezeti majd be a látogatókat a csillagos égbolt világába. A Bükki csillagda csaknem 700 négyzetméteren az országban egyedülálló, interaktív élményt kínál majd. Az épületben a több kisebb távcső mellett egy 50 cm átmérőjű főteleszkóp is helyet kap, amely tudományos megfigyelésekre is alkalmassá teszi majd a csillagdát. ...250 éves a Diósgyőri vasgyártás. A kerek évforduló kapcsán ómassára invitálják az érdeklődőket. A szervezők a Fazola Henrik által épített, első faszenes nagyolvasztó emléktáblájánál rendezett ünnepi találkozón felelevenítik Magyarország egyik legrégebbi alapítású és leghosszabb ideig fennmaradt országos jelentőségű ipari vállalatának, a volt Diósgyőri kohászatnak legfényesebb éveit. A dicső múlt egészen 1770-ig vezet vissza, ekkor keletkezett az a királyi leírat, amit Mária Terézia írt alá. Ebben engedélyezte Fazola Henrik würzburgi születésű egri kovácsmesternek, hogy vasművet építhessen a Diósgyőri korona uradalom területén. Az első nagyolvasztó, azaz a massa, a szentléleki elágazásnál a mai Ómassa területén a feldolgozó üzemek, az úgynevezett hámorok pedig a Garadna és a Szimba patakok összefolyásánál a mai Hámor faluban épültek. A vasgyár nem csak munkahelyet jelentett, hanem lehetőséget adott Miskolcnak arra, hogy az ország második legnépesebb városává nőjön, és egyetemi, sport és kulturális központtá váljon. Ismét a triennáli évét írjuk, így a járvány miatt kicsit később, de újra láthatók a legfrissebb grafikai alkotások. A Miskolci Galériában már évtizedes hagyományra visszatekintő grafikai triennáli ezúttal is hű marad a kezdeti célokhoz.
A 28. triennálé is a grafika iránt érzett szeretetből és tiszteletből fakad, hogy a nagy közönségnek is megmutassa annak az eszenciáját, ami az utóbbi pár évben létrejött a műfajban. Ez az a tárlat, amelyben nem fontos a generáció, a kifejezési forma és a technika sem, csupán a magas minőség és a grafika. A magyar művészi grafika legfontosabb hazai eseménye 1961-ben biennáli formában indult, majd 2008-tól három évente triennáli változatban mutatja meg a művészetkedvelőknek a grafika mindenkori jelenét. Ez volt a Promenád július 23-án csütörtökön. Én műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is, viszontlátásra!